kevés alatt. Ja. Készültek a hagyományos disznótoros étkek a székely szokásoknak megfelelően azon a disznóvágáson, amit közel 30 éve tart meg a bátaszéki székelyek baráti köre. Az is hagyomány, hogy az itt elkészült finom palatokat a Húshagyati bálon szolgálják fel a településen élő székelyeknek és barátaiknak. A műsor előtt összeültek a baráti kör tagjai, házi készítési süteményekkel, minőségi italokkal teltek meg az asztalok, és a hangulat egyre fokozódott. Majd meglátjuk, hogy a végén, hogy szeretünk mulatni, szeretünk táncolni, és majd meglátjuk, hogy a többség hogyan viszonyul hozzá. Mi végül is nem vagyunk székelyek, de romániai vagy bánátiak, és a barátaink azok székelyek. Mi még dolgozunk, aktív ő, és hát nem tudunk, ő, hónap szerda ő neki hajnalban mindig kellett menni dolgozni. Most viszont nem, és rögtön kaptunk is az alkalmat. Táncolni fognak? Igen, fogunk. Olyan? Igen, igen, igen. Többek között ezért jöttek? Na, ezért is. Miért még? Hát nem, kíváncsiak voltunk, hogy milyen. Minden évben nagyon várjuk, hogy a Székei Pár legyen, mert együtt vagyunk a nyugdíjas klubosok különben, és így mindnyájan jól érezzük magunkat itten, szeretünk itt lenni. Én szeretem a székely beszédet hallani, mert nem olyan nagyon sokat gyakoroljuk, és az a jó ízes székely beszéd, és akkor olyan jókat mosolygunk rajta, hogy hát értjük mi, csak nem használjuk. A régieket ismerősökkel is találkozunk, mert vidékről is vannak, székelyek is, akiket ismerünk, és olyan jó találkozni velük. Jaj, de szépen felöltözni, elmennék babába, babám mulatságába, ott maradnék éjszakára. Minden népcsoport, így a székelyek is fontosnak tartják a hagyományok ápolását, továbbörökítését. Ezért az utánpótlás kérdésére az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettek, aminek az eredményei a Húshagyati bálon is tetten érhetőek voltak, hiszen nem csak felnőttek, hanem egészen kicsi gyerekek is felléptek. Kinek nincsen szeretője, menjen ki a zöld erdőbe, írja fele, falevérre, neki nincsen szeretője. Írja fel egy falevérre, neki nincsen szeretője, írja fel egy falevérre. A Székely unokák műsorát Bolyás Eszter ének és gitárszólója nyitotta meg, majd a legkisebbek csillantották meg tehetségüket, székely népviseletbe öltözve, élőzenére énekelve és táncolva. Természetesen a bátaszéki székely dalkör sem maradhatott ki a sorból. Nem kell nékem se tértek, se álmotok, de asszonyok, induljunk a keresztelőbe, mert a férfiak előbb odaérnek. Mivel a húsvétot 40 napos bőjt előzi meg, az andrásfalviak a farsang végén még egyszer kimulatják magukat. Régen a Húshagyati bál húshagyó vasárnap ebéd után elkezdődött, és húshagyó kedden éjfélkor a megszólaló harang vetett véget a mulatozásnak. Ezt a húsvéti ünnepkörhöz tartozó népszokást a bátaszéki székelyek baráti köre is minden évben megtartja. Igaz, ők nem 3 napig, hanem csak egy estét mulatnak. A Húshagyati bálra minden évben nagyon készülnek. A nem is olyan régen megalakult székely tánccsoport is előadott egy koreográfiát. De most már járjuk el a keresztapályt! Húzzad! Amióta tudom az eszemet, mindig volt bál. Volt, amikor csak 13-an voltunk, de akkor is volt bál, meg kazettás zenére volt, de már azt mondta a zenekarunk most, hogy ő már 13 éve jár ide. Úgyhogy több-kevesebb, de inkább több sikerrel, mert nem tudunk sokat hívni, mert kicsi a terem, nem. 100-nál többet nehéz ide bezsúfolni. mi komolyan készültünk arra, hogy egy szép húshagyati bál legyen, mert most vége van a farsangnak, most ott egy viszonylag hosszú farsang, mert már az idő is kezd jó lenni, pedig még vissza van a 40 napos böjt, amit a vallásos embereknek be kéne tartani, és csak utána lesz igazán. Utána szabad fellélegezni, de most még éjfélig, még ezt a kicsi ideig még szabad mulatni, ki lehet kelni az embernek magából. A bálozók a Székely Tánccsoport műsorát követően megrohamozták az előtérben felállított asztalokat, ami roskadásig megtelt a disznóvágáson elkészült friss fogásokkal. Hosszas kélelést követően stábunk is beadta a derekát, és megkóstoltuk a székely emberek által levágott disznóból székely módra elkészített disznótorost. Jelentjük a kolbász és a véres hurka mellé kínált hagymával megbolondított cékla és krumpli saláta igen ízletesen volt elkészítve, a bál pedig folytatódott. Úgy tudjuk, éjfélig tartott a mulatság.